Nos, hát sziasztok, én Kereszfők is! Ebben a videóban megint sorsikét fogunk kaparni, méghozzá a legújabb szerencsehozót, és meglátjuk, hogy mennyire hoz nekünk szerencsét. Remélem a hangminőség most egy kicsit jobb lesz, meg megpróbáltam egy másik módszert is, majd kíváncsi leszek, észreveszitek-e. Szerintem nézzük is meg, nem egymás mellől húztam, de három ugyanolyan színűt, pedig akartam egy kéket is, de inkább a megérzéseimre hallgattam. És igen, remélem, hogy nyer. Szerintem kezdjük is bele, és kezdjük a baloldalival. Aztán, ja, még annyit a sorsjegyről, amit ugye tudni kell, hogy egy pillanat megmutatom, amennyire látjátok, mindjárt fókuszra kezdek valamit, hogy 3-30-hoz a nyerési esélye, 10 millió a főnyeremény, szóval, ja, és 81-es a sorszáma a sorsegynek. Nem mintha az sokat számítana, de sose tudni. És akkor kezdjük is ezzel, a baloldalival, a 81-essel. És lássuk meg, hogy nyerünk-e valamit, avagy nem. De ez majd kiderül úgy is. Így, hogy lássátok. Jó. És szerintem kezdjünk is bele. Egy 20 forintossal fogom lekaparni. Aztán nézzük meg a halakat először. Csak hogy lássátok is. Itt elsőnek egy létrát dobott. És egy kulcsot. Ugye egyforma szimbólumnak kell lenni, ezt elfelejtettem mondani. Hát az első nem nyert, akkor a halakkal folytassuk. Ez egy teknős, és egy kincs. Ahogy látjátok, jön a harmadik hal. Érme, érme. Na, gyerekek, ez már nyert. És még van hátra három ilyen esély. Szóval nézzük meg a többit, patkókat most. Hát aztán lóhere, patica. Ott, ugye, jöjjön el. Ötödik. Macska. És gomba. Jön az utolsó. Aranyrúd. És ász. Ugye szokásos híven nem most fogom lekaparni a nyereményt, hanem ezt eltesszük a nyerőstrócba, és a végén lekaparjuk, hogy mennyit nyert. Jöjjön is a következő. Az nem más lesz, mint a 69-es sorszámú. És nézzük meg, hogy nyerünk ezzel is. Most kezdjük a patkókkal. Malac. Aranyrúd. Hát nem jött össze az első, aztán folytassuk. Karkötő. Kincs. Hát még ez se. Jöjjön a harmadik. Teknős. Gomba. Jöjjön a negyedik. Csillag. Amulett. Hát ez sem jött még össze, de még van rá esély. Patica. Kulcs. Hát nem, de reméljük az utolsó beadja. Szerintetek? Ide felteszik egy szavazás. Szerintetek beadja az utolsó? Na, várok egy 5-10 másodpercet, amíg megszavazzátok. És ne felejtsétek el feliratkozni is, ha már megtetszett ez a videó, és nyomjatok rá egy lájkot, ha szeretnétek. Na jó, jöhet az utolsó. Létra, létra, beadta az utolsó is. Király. Aki arra szavazott, hogy bejön, vagy behagyja, az majd kap tőlem, nem tudom mit. Na, ezt is eltesszük a nyerőstrócba, és az a vicces, hogy a másiknál is ugyanott, ugyanabban a játékhelyen nyert. Nem baj, ennek csak örülni kell. Jöjjön az utolsó. Hát most megint kezdjük a halakkal, jó? Na, nézzük meg. Kulcs. Aranyrúd. Hát az első az sosem hozza. Nézzük meg. Ász. Halap. Jöjjön a harmadik. Csillag. És kincs. Ott már valamilyen betűt látok, de nem kaparom tovább.
Aztán menjünk tovább. Kocka. Teknős. Az nekünk nem jó. Aztán nézzük az ötödiket. Érme. Amulett? Hát ez nem. Na és most is szavazzátok meg, hogy az utolsó beadja-e. Jó, ha megszavaztátok, akkor kezdem tovább, vagy folytatom. Lóhere. Létra. Hát ez sajnos nem nyert az utolsó, ez megy a vesztes strócba. De most megnézzük, hogy ez a kettő mennyit nyert. Szerintem kezdjük a 81-essel, amit először kapartunk, hogy az mennyit hozott a konyhára. Na, hova tűnt a kaparópénz? Jó, megvan. És nézzük meg, hogy mennyit nyert. Na, 600 forint. Király. Az egyik 600-at nyert, ahhoz pedig a G betű tartozik. A 600-hoz, ahogy látjátok is. Pillanatra, hogy jobban meg tudjátok nézni. Itt. Így. Aztán nézzük a következőt, ez már nyert, ezt eltesszük, és nézzük a létra mennyit hozott nekünk. És az is egy 600-ast hozott. Király. És ugye ez is a G betű tartozik, ugyanannyit nyertünk, de azért megnézem, leellenőrizzük a betűket. Igen, G betű, ott a másik G is, meg mindjárt a harmadik is, igen, ott a harmadik G. Egyik, másik, harmadik, és ezzel a két sors egyel sikerült nyernünk, lekaparom ezt is. És hát megdupláztuk az árát mind a kettőnek, szóval nincsen ok a szomorkodásra, hiszen 900-ból 1200-t hoztunk, még a veszteséget is visszatermeltük, és ja. Ha tetszett neked ez a videó, akkor mindenképpen nyomjál egy lájkot, és ha szeretnél, iratkozzál fel, ha szeretnél még ilyen tartalmakat látni, mert lesznek a közeljövőben, és a következő videóban találkozunk, én Karesz voltam, és remélem nyertek ti is sokat. Sziasztok!